Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyvösszefoglaló 14. egyben utolsó előtti előadásában a következőkkel fogunk foglalkozni. Megnézzük a hangvágást és keverést, ugye ennek kapcsán a keverőpultot, a hangefekteket, a hangosságmérését, ennek sztenderdjeit és a hangszínszabályzót. Csapjunk is bele! Ugye a hangvágásba a film alatti hang létrehozása és annak finomítása tartozik. És ugye mindez az utó munka során. Na most a keverés a hang feljavításának, kiegyensúlyozásának folyamata. Ugye nagyobb produkciók esetén a hangvágást külön arra szakosodott vágók végzik. A hangzás tervező, az úgynevezett sound designer egyedi hangeffekteket, hanghatásokat hoz létre. A hangban való változás, amennyiben az fokozatos, úgy elfogadható a néző számára. Ugye miután fixálódott a film képi struktúrája, ugye megbeszéltük már korábbi előadásokban, hogy ez a picture lock, like, akkor a hangvágó, ugye sound editor, a rendezővel és a vágóval átnézik az anyagot. Ugye ezt a folyamatot spottingnak nevezik. Ugye minden jelenetet átnéznek és felkutatják a problémákat, de meghatározzák, hogy hova szükségesek effektek, és hova milyen hangulatú, minőségű, jellegű hang szükséges ugye a zenevágó, a zeneszerző és a zenefelügyelő, ugye Music Supervisor segítségével szintén elvégzik ugyanezt a spotting nevű folyamatot. Ugye ezután a hangvágó elkezdi a hang kiválogatását, ugye az audio maga pedig több különböző hangsávra kerül felosztásra. Ugye dialóg, zene, effektek külön-külön. Ugye ez a folyamat a splitting tracks. Így tehát hangok rétegeit hozzák létre. Tehát megtörténik az úgynevezett track building. Ugye, amikor elkészültek a hangsávok, akkor a keverés folyamata során hangolják az egész audio hangzását. Ezt pedig sweeteningnek nevezik. Ugye természetesen a fizikális keverőpult szoftverrel együtt történő használata is elterjedt. Ugye a keverőpult számos hangforrás irányítására és kiegyenlítésére szolgál. És végül ezt az egészet egy hangságba keverik. Na most ez számos csatorna bemenettel rendelkezik. Ugye a csatornákon keresztül halad a bemenetre küldött jel, és útközben különböző elektroakusztikus egységeken keresztül módosulva jut el valamelyik kimenetre. Na most a vágóprogramokban minden hangsáv az idővonalon külön csatorna sávhoz tartozik. Na most nézzük meg a keverőpult részeit. Ugye a bemenetek. A csatornák általában háromféle, mikrofon, vonal és inzert bemenettel rendelkeznek. A mikrofon és a vonal bemenet között szerkezeti és hangosság szint különbség van. A vonal bemeneten 6-3-as jack csatlakozó segítségével lehet behozni erősebb jelszintű, például ugye ilyen, hogy CD lejátszóból, számítógép hangkártya kimenetéről a hangokat. A kis szintű, általában jobb minőségű mikrofonok jeleit az XLR szimmetrikus bemenet fogadja. Az insert bemenet külső eszközök beszúrását teszi lehetővé. Az úgynevezett low cut filter, ugye ez a 75 Hz alatti frekvenciák levágására szolgál. A gain kontrollal a bemeneti szint állítása történik, általában forgópótméter segítségével. Ugye ezen a ponton a jelet még átalakítatlan formájában lehet ennek a forgópótméternek a segítségével az ideális hangosságra állítani. Ugye amennyiben már itt torzul a túl erős hang, a későbbi hangerőszabályzás nem segít ennek a torzulásnak a megszüntetésében. Ha azonban a jel túl kicsi, gyenge, akkor későbbi felerősítése maga után vonja a keverőben az összeszedett zajok felerősödését is. Az AUX. Az AUX, mint kimeneti szabályzó. Ugye ennek a gombnak a segítségével a csatorna jelét elágaztathatjuk, és a fő kimeneteken kívül a keverőn található AUX kimenetekre is elküldhetjük. A gomb az elküldött jel amplitudóját szabályozza. A hangszín szabályzó. Ugye egyszerű modellek esetén csak a mély, magas, illetve közép frekvencia regisztereket lehet állítani. A panoráma, ugye ezzel a gombbal azt lehet szabályozni, hogy a csatornán bejövő hang a stereo hangkép bal jobb tengelyének melyik pontján szóljon. A mute ezzel a kapcsoló benyomásával a csatorna hangja némítható. A hangerőszabályozás. Féder vagy potméter segítségével lehet beállítani a jel erősítését a többi csatornához viszonyított arányával. Na most a kimenetek. Itt található a fő kimenet, két szimmetrikus XLR csatlakozója és a különböző mellék kimenetek, AUX, illetve monitor. A többi kimenet biztosítja, hogy a különböző hangzásokat különböző csatornákon lehessen kiküldeni. Például hangosításkor a zenészek monitorjába. A master hangerő szabályzás. Ugye a végső, összekevert jel hangerejének változtatására szolgál. Ugye az előbb bemutatott részekhez kapcsolódóan ezek az ábrák mutatják be, hogy hogyan is épül fel egy keverő. Ugye az első ábra a főbb szekciókat, még a második a különböző részeket is mutatja. Ugye a hangban való változás, amennyiben az fokozatos, ahogy megbeszéltük, úgy a néző számára az elfogadható. Na most nézzünk egy példát egy zajos nit feljavítására. Ugye az első hangsávba az egyes és hármas klipként, tiszta dialóg van, tehát itt nincs háttérzaj probléma. Na most a második számúba, ahogy itt írva is van, már zaj problémába ütközünk. Ugye ez egy dialóg ebben a példában, ami a légkondicionáló zaja által zavart. Na most szerencsére rumtunként, tehát az adott helyszín, ahol felvették a dialógot, ezen a helyszínen levő úgymond alaptónus, alapzajként, ez a légkondicionáló zaja is felvételre került. Így ez megjelenik az SFX egy sávban. Ugye itt egy fokozatos hangosodás történik, mint látjuk, majd elhalkulás, ez pedig a végén van, ahogy belecsúszik magába abba a dialógba, amibe alapvetően megjelenik ez a zaj. Így tehát nem azt fogjuk kapni, hogy tiszta dialóg, és hirtelen zajos másik dialóg. Ugye normális esetben a végére is a negyedik klip kerülne. De ugye abba a problémába ütközünk, hogy a zaj a második klip végén eltérő. Ugye szerencsére egy rövid szünetet hagytak a felvétel után ebben a zajos dialógban, így ezt le tudjuk csipni, majd többször beillesztjük, és egy átfedést alkalmazunk. Így tehát a második klipnek a végén levő, tehát az elejétől eltérő zajt egy átfedéssel át tudjuk vinni. Ugye itt az átfedés az egy fokozatos halkulást jelent. Tehát, még egyszer, zaj, az fokozatosan megjelenik, ugye ugyanolyan zaj, mint a második számú dialóg esetén, de ugye elhalkul, beleolvad a második zajba, ahol a végén tehát megváltozik a zaj, de szerencsére volt ennek a dialógnak a végén csak kizárólag zaj, tehát magyarán egy rövid rumtón, ezt ugye kivágva Többször beillesztve, fokozatosan lehalkulva, bele tud illeni a másik, vagyis a harmadik számú klipnek, tehát a tiszta dialógiába. Nézzük meg picit a hangefekteket. Ugye mozifilmeknél bevett gyakorlat, hogy csak a színészek hangjait rögzítik, ugye azzal az előfeltételezéssel, hogy minden további hang az később kerül hozzáadásra. Ugye a hangefektek az SFX kifejezéssel jelöltek. Ugye egyrészt, hangkönyvtárakból, vagy úgynevezett fully stage, vagy zajszinkron stúdióban kreálhatók ezek. Ugye ilyen fully stage-be különböző felületek vannak kialakítva, illetve különböző anyagok találhatók. És lényegében ilyen például, mint a kavicsos út, fa, stb. ezekkel lehet például lépés hangokat létrehozni. Tehát mondjuk lépéshangok esetében a különböző felületeken tudják azokat megvalósítani. Na most az atmoszféra és az alapzaj. Ugye atmoszféra, roomtune, alapzaj, atmoszfér. Ugye egy hangsáv soha nem lehet úgymond teljesen halott, hiszen lényegében, ahogy már korábban szó volt arról, minden helyen a Földnek van egy jellegzetes alapzaja. Ugye a dialóg közti szünetek áthidalására pont az ilyenek tökéletesek. Na most az atmoszféra esetén már picit különbözőbb a helyzet, picit összetettebb. Itt ugye az alapzajhoz képest, például egy városi forgatagban, már a tömegnek úgymond a susmusa, a beszélgetése, illetve a járművek hangja is megjelenik. Ugye ez adja tehát az atmoszférát. A háttérhangokat, dialóg alatti zenéket bednek szokás hívni. Az úgynevezett vala, a susmus hangja, az például egy étteremben jelenik meg. Ugye a zene pedig az lehet komponált, licenszelt, úgynevezett underscore, ami érezhetően a filmkészítés során adtak hozzá. De van úgynevezett source music, ami a jelenet része, például mondjuk egy zongorista a bárban. Na most a hangosság normái és mérése. Ugye 2010 körül egy gyökeres változás következett be a hang jelszintjének mérésében, ugye a videó és tévé esetén egyaránt. Ugye az új generációs hangosságmérőket az itt látható algoritmus köré tervezték, ugye amelyet a hangerő sugárzási standardjének meghatározására használták. Ugye működésük a korábbi enelekben és a kamerák által használt hangerő mérőktől kicsit eltér. Na most a hangosságot úgynevezett LU-ban méri. Egy egyenlő, egyenlő, egy decibel. Ugye megjelenik egy ellú FS skála, ugye itt az FS a full scale-t jelenti, ugye az LUFS skála már reális képet ad a film valódi hangosságáról. Ugye a program hangosság, program loudness, ennek a standardjain belül kell maradnunk. Ugye ez a hangosság az egész programra átlagolt érték. A hangosságmérő egy számmal fejezi ki a hangosságot, és egy visszatekintő grafikonnal mutatja ennek a változását. Ugye hosszú távon relatíve lassan változik az értéke, de rövid távon viszont nagyobb ingadozás is megjelenhet. Ezért pár másodpercre átlagolt hangerőt is mutat. Ugye ezek mellett a pillanatnyi értéket is mutatja. Az úgynevezett loudness range az a leghalkabb és a leghangosabb részek közti különbséget mutatja. Ugye ebben a példában ez 15,2. A felsoroltakon túl kulcsfontosságú a leghangosabb csúcsok detektálása. Ugye ahhoz, hogy tipikus hangossági normákon belül maradjanak, a valódi csúcsok, az úgynevezett true peaks, azok nem haladhatják meg a mínusz két decibelt. Na most hogy alakulnak a standard sugárzási szintek? Ugye mínusz 24 LUFS plusz mínusz 2 LU, ez Észak-Amerika, és mínusz 23 LUFS plusz mínusz 1 LU, ez pedig Európában. Ez a hosszú távú hangerőkre vonatkozik. A web esetén ez mínusz 16 LUFS. Ugye a szabványok megengedik, hogy a valódi csúcsok a már említett mínusz 2 decibelre emelkedjenek. Ez ugye lehetővé teszi, hogy ütős effektusok vagy hangos zene rövid szakaszai legyenek. Na most annak érdekében, hogy elegendő dinamika tartomány maradhasson a párbeszéd és egyes hangos effektek között, ezért egyes mozifilmek alacsonyabb szintű párbeszéd hangerővel dolgoznak. Ugye ilyen lehet például a mínusz 31 LUFS. Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk picit az equivalizerről vagy hangszínszabályzóról. Ugye ennek segítségével szelektíven növelhetjük, vagy csökkenthetjük a különböző frekvenciák szintjét. Ugye ez a teljes frekvencia tartományra igaz. Tehát ugye embernek a hallástartománya elviekben 20-tól 20 kHz terjed. Tehát ebben a sávban tudunk halkítani, vagy hangosítani frekvencia specifikusan részeket. Tehát lényegében a hang tónus minőség alakítását biztosítja. Ugye lehetőség van éles változtatásra, de általában kisebb, de szélesebb frekvencia tartományok módosítása következik be. Szélesebb tartományokat inkább a feljavításnál, tehát felerősítésnél, viszont ha problémába ütközünk, az egy intenzívebb, hegyesebb csúcs segítségével történik. De hogy történik? Úgy, hogy először Detektálnunk kell, hogy hol a probléma. Ehhez egy szűk csúcsot felhangosítunk, amennyire lehet, majd végighúzzuk az egész sávon, szép lassan, és ahol nagyon-nagyon torsz hangot kapunk, ott lehalkítjuk. Na most az ábrán jól látszik, hogy a 100 Hz alatti hangok gyakorlatilag le vannak vágva. Tehát, mintha gyakorlatilag egy low cut vagy high pass filtert raktunk volna be. Ugye ez a különböző feleslegesen mély, dübörgő, például szélzaj vagy mikrofon kezelési problémák kiküszöbölésére alkalmas. Na most ugye látjuk itt ezt az enyhe felerősítést, ez durván 2 és 4 kHz közé esik, ugye ez egy középtartomány, és jellemzően ide esik a beszéd hangja. Tehát célszerű ezen picit emelni. Ugye 350 Hz környékén némi probléma szokott előfordulni, itt halkítani javallott, illetve 200 valamint 300 Hz között mind a hangnak, mind a zenének egy teltebb hangzást adhatunk. Tehát ennek a szintnek egy pici emelésével. Ugye a felső frekvencia tartományokban szintén szükség lehet úgynevezett high-cat vagy low-pass filter alkalmazására, tehát ezen esetben, ugye a hangszín szabályzó esetén, ezek levágásával. Itt ugye a különböző sziszegő hangokat korrigáljuk. Ebben az előadásban lényegében ezeket szerettük volna megosztani veletek. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tartsatok velünk a legközelebb is. Sziasztok!